Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Július 20-a szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Elfogadták Magyarország 2023-as költségvetését, jövőre a biztonságos működés a legfőbb cél. A háborús inflációs helyzet ellenére a győri nagyberuházások többsége folytatódik. A Győrszol koordinálásában megkezdődött az adivárosi egyes számú tó hínár vágása. A napokban a többi városi tavon is megkezdik a munkát, a szerdai munkakezdésnél a polgármester is ott volt. Szerdán életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, helyenként 40 fokot is mérhetnek. A forróságban a vasúton és a buszpályaudvaron is palackozott ásványvizet osztanak az utasoknak. Elfogadta az országgyűlés Magyarország 2023-as költségvetését. Jövőre a legfőbb cél az eddig elért eredmények megőrzése és a biztonságos működés biztosítása. Erről Győr országgyűlési képviselője beszélt sajtótájékoztatóján. Simon Robert Balázs kiemelte, a háborús, inflációs helyzet okozta gazdasági bizonytalanság ellenére a győri nagyberuházások többsége folytatódik. A vízi élménypark, a mentőállomás, az adivárosi parkolólemez és a győri innovációs park is el fog készülni, csak a belső, keleti tehermentesítő út megépítését halasztják el egy időre. Az országgyűlésben elfogadtuk Magyarország 2023-as évre szóló költségvetését. Elfogadták a 2023-as költségvetést, a büdzsé legfőbb célja jövőre, az eddig elért eredmények megőrzése és a biztonságos működés biztosítása. Erről beszélt Győr országgyűlési képviselője szerdán egy sajtótájékoztatón. Egy rezsivédelmi és honvédelmi alapot hoztunk létre 1500 milliárd forintból, ezt tartalmazza a költségvetés, a nyugellátásra 730 milliárd forinttal jut több, de az egészségügyre is 100 milliárddal, illetve az oktatásra 200 milliárddal, és amit külön kiemelnék még az idei évhez képest, a családok támogatására mintegy 450 milliárd forinttal magasabb összeg jut a jövő évi költségvetésben. Tehát ebben a helyzetben a legfontosabb megőrizni a stabilitását a költségvetésnek is, és természetesen az országnak is, és vannak bizonytalanságok, legyünk őszinték, főként az energiaárak területén, és itt is segítséget kell nyújtani valamilyen formában. A háborús inflációs helyzet ellenére a Győrben megkezdett nagyberuházások folytatódnak, jelentette be a képviselő. Simon Robert Balázs kiemelte, a vízi élménypark, a mentőállomás, a parkolólemez, az innovációs park és a Prohászka iskola felújítása is folytatódni tud. Az önkormányzat bonyolításában a győri vízi élménypark mint megkezdett beruházás folytatódik, és a forrást a kormányzat biztosítani fogja a befejezéshez is, de ugyanígy van két másik fontos nagy beruházással is, ugye az egyik a mentőállomás, illetve Karákos képviselőtársammal közösen küzdöttünk érte, és megkezdődött a Kuopio Parkban az adivárosi parkoló lemeznek a kialakítása. A belső keleti tehermentesítő út és egy új Mosoni-Duna híd megépítését azonban egyelőre elhalasztották. Itt a munkálatok, az előkészítő munkálatok megkezdődtek, de forrás hiányában ez 2023-ban biztosan nem fog tudni elindulni. Két miniszterrel is tárgyaltam az elmúlt héten, Lázár Jánossal és Szijjártó Péterrel. Őket kértem arra, hogy a megkezdett beruházásokra a forrást a kormányzat biztosítsa. Ez meg fog történni, ahogy említettem, és az imént említett közútberuházásra pedig azt a választ kaptam, és ezt fogom a következő időszakban is képviselni, hogy ebben a ciklusban, ebben a parlamenti ciklusban elkezdődhessen. Fontos megemlíteni még, mögöttem található az egykori kegzári kocka építkezése. Ez egy technológiai és innovációs park. A Széchenyi István Egyetem kapott ehhez komoly forrást kormányzati lehetőségekből, és ez a beruházás is be fog fejeződni, a forrás biztosítva lesz. És megemlíteném még a Győri Egyházmegyét, a Római Katolikus Egyházmegyét, ahol pedig zajlik a Prohászka Ottokár Katolikus Iskolának a komplex felújítása és tornacsarnok építése. Ez is egy megkezdett beruházás, és ez a beruházás is meg fog valósulni. A képviselő kiemelte, a kialakult gazdasági helyzetben a Sopron mellett készülő fertőparti nagyberuházás munkálatait felfüggesztették, de végleges döntés még abban az ügyben sincs.
Magas szintű konzultáció indult a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat koordinálásával és Cunyiné dr. Bertalan Judit irányításával, melynek célja a térség gazdaság fejlesztése. Az Észak-Nyugat Magyarországi Gazdasági Fejlesztési Zóna komplex fejlesztésért felelős kormánybiztos kiemelte, meg kell találni a kapcsolódási pontokat, amikkel a térség gazdasági szereplői a jövőben egymást tudják erősíteni. A konzultáción a kormánybiztos és a Széchenyi István Egyetem vezetői együttműködési megállapodást írtak alá. Polgármesterek, gazdasági vezetők, oktatási szakemberek érkeztek a konzultációra, amelyet a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat tárgyaló termében tartottak szerda délelőtt. A gazdaságfejlesztési zóna tekintetében 6 megyében dolgozom együtt országgyűlési képviselőkkel, polgármesterekkel, megyei közgyűlési elnökökkel, kereskedelmi és iparkamara megyei szervezeteivel, most már majd az agrárkamarákat is behívjuk ebbe a konzultációs folyamatba, és mindazokkal a szervezetekkel, köztük egyébként nagyon fontos partnerként a térségi vagy megyei egyetemekkel, felsőoktatási intézményekkel, akiknek tudásuk, lehetőségük és tapasztalatuk van egy gazdasági környezet alakításában. Ez a munka megindult, Navracsics Tibor miniszter úr még 2020-tól kormánybiztosként elkezdte ezt a munkát. El is készült egy alapja ennek a gazdaságfejlesztési zóna tervnek vagy stratégiának. Ennek az újra konzultálását indítjuk meg két szakmai tartalom tükrében is. A megyei területfejlesztési operatív programok is kapcsolódnak majd az országosan is újraindított területfejlesztési koncepcióhoz, amely a következő évek nagyszabású feladata lesz. A konzultáció előtt a kormánybiztos asszony és a Széchenyi István Egyetem vezetői együttműködési megállapodást írtak alá. Az egyetemekkel adott esetben, hogy legyen tudástőke is egy gazdaságfejlesztési folyamat tervezése mögött, újra le kell ülni, és a prioritásokat, a hangsúlyokat, azokat közösen a településvezetőkkel, a megyei partnerekkel, szereplőkkel, kamarákkal, országgyűlési képviselőkkel, ők a döntéshozót képviselik. Nagyon fontos partnerek és a megyei önkormányzatokkal, akik egy koordinációs feladatot látnak el, újra el kell kezdeni, hiszen fontos a feladat, ciklus végéig el kell készíteni ezeket a stratégiákat annak érdekében, hogy a 28-tól esedékes partnerségi megállapodás alapján lehívható uniós támogatásokat, azokat koherensen, rendszer szinten tudjuk a gazdaság és a térség a területfejlesztés szolgálatába állítani. Jól tudom, az egyetemről is kötnek egy megállapodást, ezzel akkor összhangban lesz nyilván ezzel a konzultációval. Mit ennek a megállapodásnak a fontos? Együttműködési megállapodás. Az egyetemnek is van egy szakmai profilja. Nyilván az elmúlt esztendőkben és az egyetemi struktúraváltással pedig nyílnak lehetőségek az egyetemek és a gazdaság szorosabb együttműködésének a megvalósulására. Fontos, hogy mint egy motor legyen egy egyetem jelen ott, ahol az ipar, a termelőipar, a gyártás meghatározó egy megyében, de azért itt Győr-Moson-Sopron megyében van két másik felsőoktatási intézményünk is más specifikumokkal. Ők majd természetesen egy másik körben bekapcsolásra kerülnek az együttműködésbe, de fontos az, hogy a meghatározó jellegű felsőoktatási intézmények a tudásukat tudják a tervezéshez adni, és ebben való együttműködést határoztunk meg. A mostani konzultációt és a további megbeszéléseket, tárgyalásokat a megyei önkormányzat koordinálja. A megyei önkormányzatnak az volna ebben a feladata, egyrészt, hogy a szereplőket egy asztalhoz ültesse, segítse a kormánybiztos asszonynak a munkáját azzal, hogy megyei szinten összefésüljük és integráljuk azokat az igényeket, amiket úgy gondoljuk, hogy a megye erősségeit képezik, és ugye majd ezt követően lesz egy még nagyobb feladat, amikor ennek a 6 megyének, ami gyakorlatilag egy Szlovénia méretű terület és gazdasági erő, hogy ezt a 6 megyényi elképzelést, ezt is össze kell majd fésülni, és ebből kell mindenkinek kihozni a legjobbat. Nyilvánvalóan mi nem önálló gondolatokkal készülünk most, hanem az a feladatunk, hogy a győri, a soproni, a mosonmagyaróvári, a csornai, kapuvári, tehát ezeket a térségi igényeket próbáljuk meg összegyűjteni. Az eseményen elhangzott, a most elindított konzultáció azért is meghatározó, mert ritkán van olyan alkalom, amikor a gazdaság, az oktatás, a politika és a közigazgatás szereplői egy asztalhoz ülnek.
A Győr-Szol koordinálásában szerdán megkezdődött Adivárosban az egyes számú tározó tavona hínár vágása. A beavatkozásra azért van szükség, mert a vízinövény ismét elszaporodott és kezdte belepni a víz felszínét. A vízinövény visszavágása a szolgáltató kezelésében lévő többi városi tavon is megtörténik a közeljövőben. A munkálatok megkezdését a helyszínen kísérte figyelemmel dr. Dézsicsab András, Győr polgármestere is. Győr polgármester az Adivárosi tavon. Dr. Dézsicsab András szokás szerint kézbe vette az irányítást, és kipróbálta a speciális hínárvágógépet, melyel sebészi pontossággal nyeshető le az elburjánzott vízinövény. Szerdán kezdődött a Győr-Szol koordinálásában a hínárvágás a szolgáltató kezelésében lévő győri tavakon. Elsőként az egyes számú vízfelületen zajlik a beavatkozás. Profi hínártalanítás folyik most, hiszen a vízügy átvette. Hozzáteszem, olcsóbban, mint eddig, tehát kedvező báron a munkát. Napok óta több jelentés érkezett hozzám is, és a városházára is, hogy nagyon-nagyon alacsony a vízszint, és nagyon sok a hínár a tóban. Ugye azért van, mert kánikula van, párolog, nincs utánpótlása a tónak, hiszen az esővíz táplálja, és ennek következtében most látható az, hogy tényleg rengeteg hínár van, és megkértük a szakembereket, hogy most ebben a helyzetben talán könnyebb is a hínár talanítás, és neki is álltunk. Hát ezért kell a nyitott városháza, beszéljünk az emberekkel, ha szólnak és meg tudjuk oldani, akkor nekiállunk. Radnóti Ákos alpolgármester, Adiváros önkormányzati képviselője korábban felhívta a figyelmet arra, június az elmúlt évek legszárazabb időszaka volt, ezért a tározó tóban most fél méterrel alacsonyabb a vízszint a szokásosnál, emiatt esztétikailag most nem nyújt szép látványt a tó felszíne egyes helyeken, hiszen a növény felfekszik az alacsony vízre, ha több eső lenne, nem lenne ennyire látható. Ez egy csapadékvíztározótó, tehát nem fürdőtó, nem egyéb olyan látványosságú tó, hogy bele kell menni, és ott benne fürdeni kellene például, amikor zavaró tudna lenni egy hínár. Így a hínár pusztán esztétikai ránézésre valóban zavaró tud lenni, hogyha alacsonyabb a vízszint, de hát esőt nem tudunk csinálni, hogyha nincs csapadék, akkor ugye nincs bent annyi víz sem, most jelenleg fél méterrel kevesebb víz van a tóban. Úgyhogy azt gondolom, hogy az esztétikai állapotot megszüntetjük ezzel a hínárgyérítéssel, viszont havonta nem fogjuk nyírni, hiszen az rendkívül költséges lenne, ahogy elmondtam, de kérek minden itt, hogy így ezeket a természetes folyamatokat megismerve viselje el azt, hogy néha ilyen esztétikai kifogások előfordulhatnak, viszont kárpótolja mindenkit az, hogyha a tó környékén végig sétál, vagy körbenéz, magyar lakótelepek közül egyik legszebb környéket találja ott, arra is továbbra is oda fog figyelni. Idén a munka tehát Adivárosban kezdődött, majd folytatódik a többi tónál, így a József Attila lakótelep melletti 2-es és 3-as tározótónál, Győr-Szent Ivánon két kisebb vízfelületen, valamint Révfaluban a Kenus utca melletti tónál. Ezt valamennyi a Győr-Szol ZRT kezelésében lévő tavon el fogjuk végezni ezt a munkát, tehát a József Attila lakótelepen, Révfaluban, illetve Győr-Szent Ivánon is hasonló munkát fognak elvégezni. Az Adivárosi tóba kezdtük. Ez egy gyakorlatilag felfrissíti a tónak az élővilágát, egy kicsit a iszaposodást is meggátolja, illetve lelassítja, és természetesen esztétikailag is hozzájárul, hogy jobban nézzenek ki ezek a tavak. A hínár visszavágása nagyban lassítja a csapadékvíztározó tavak eliszaposodását, javulnak a vízi élőlények életfeltételei, és megjelenésében is szebb képet mutatnak a tavak és környezetük. A felvételi ponthatárok kihirdetésével napokon belül elinduló albérletpiaci főszezon több szempontból is más lesz, mint az eddigiek. A bérleti díj mellett az ingatlan fenntartási költsége sokkal komolyabb tényező lesz. Az egyetemi városok közül Debrecenre, Győrre és Veszprémre 150-150 ezer forintos átlagos bérleti díj volt jellemző július közepén. A diákoknak nem csak a növekvő bérleti díjak jelentenek kihívást, hanem tudatosabban oda kell figyelniük a kiválasztott ingatlan energiafogyasztására is. Folyamatosan drágul az országos albérletpiac. Idén az átlagos bérleti díjak 23,4%-kal magasabbak, mint egy évvel korábban a khingatlan.com jelentése szerint. Győr sem jelent ez alól kivételt, 150 ezer forintra nőtt az átlagos havi bérleti díj, ami alig marad el
a budapesti átlagos 190 ezer forintos értéktől. A drágulás annak is köszönhető, hogy a kínálat a felére csökkent az előző évhez képest, és most alig 10 ezer darab kiadó lakást található országosan. Ez viszont robbanásszerűen növekedhet a következő néhány hétben, mert nem csak a kereslet élénkül a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésekor, hanem a kínálat is bővül, hiszen a tulajdonosok is pontosan tudják, hogy ez az az időszak, amikor érdemes feltölteni az ingatlan hirdetési portálokra az ingatlanokat, mert ilyenkor keresnek kiadó lakást a fiatal egyetemisták. A kínálat bővülése a drágulást is lassíthatja, tehát ebből a szempontból ez win-win helyzetet okozhat a tulajdonosoknak és a bérlőknek is. A bérlőknek nem csak a bérleti díjat, a dráguló energiárat is figyelembe kell venniük. A bérlők trükkje általában abban merül ki, hogy most már nem feltétlenül csak a legkisebb alapterületű gazdalakásokat keresik a fiatalok, hanem többen összeállva nagyobb alapterületű lakásokat bérelnek, így az egyfőre jutó lakhatási költség jelentősen csökkenthető. Eddig a bérlők számára a legfőbb kérdés az az volt, hogy mely városrészben és mennyiért lehetett bérelni. Ezek mellé a kérdések köré biztos, hogy minden egyes lakás megtekintés alkalmával fel fog merülni az, hogy mennyi ennek az ingatlannak a rezsie. A bérlők nem feltétlenül különítik el, hogy mekkora összeget fizetnek bérleti díjra, mennyi a közös költség és mennyi a rezsi, ők összességében vizsgálják a lakhatás költségeit, így lehet, hogyha egy drágább albérletet választanak, ami energiahatékonyabb, korszerűbb vagy fiatalabb ingatlant jelent, akkor annak a rezsi díja alacsonyabb. Jelenleg a mostani bizonytalan időszakban a bérbeadók még nem tudják, hogy milyen árakkal számoljanak, ezért többféle megoldáson gondolkodnak a tulajdonosok. Itt több lehetőség is felmerül. Az egyik az az, hogy több kauciót szednek be. Jelenleg két havi kaució az általános a piacon. Hogyha ehelyett három havi kauciót kér valaki, akkor azért ez azt jelenti, hogy Győrben egy átlagos albérlet után majdnem 500 000 forintot kell kérniük, főleg, hogyha még egy havi bérleti díjat előre is elkér, és azért 600 000 forinttel nem sok bérlő szaladgál a zsebébe. A másik opció, hogy a bérlő nevére írják a mérőórákat. Ez jó lehet akkor, hogyha a bérlő rendesen fizeti a rezsiszámlákat, viszont ha nem fizetés történik, és a tartozás miatt a szolgáltató kikapcsolja a gázt vagy az áramot, akkor addig nem fogják valószínűleg visszakapcsolni, amíg valaki ki nem fizeti az adott fogyasztási helyen a tartozás összegét, így ez végső soron tulajdonosra maradhat. Ezt a problémát a bérbeadók megelőzhetik azzal, hogy előrefizetős mérőórákat szereltettek fel, amelyeket a mobiltelefonokhoz hasonlóan kell feltölteni. Szerdán életbe lépett az országos tisztifőorvos által szombat éjfélig elrendelt harmadfokú hőségriasztás. Az előrejelzések szerint a következő napokban többfelé, így Győrben is 35 Celsius fok feletti, helyenként akár 40 fokos csúcsokat is mérhetnek, ráadásul hajnalban is sok helyen 20 fok fölött marad a hőmérséklet. A forróságban szerdától a vasúton és a pályaudvaron is palackozott ásványvizet osztanak az utasoknak. A vízosztás a hőségriadó végéig várhatóan szombatig tart, de a kánikula a jövő héten is maradhat. A legkisebbek is áthaladtak a Baross úton lévő párakapun. Bujáki Lajos először arcát, majd a kezeit is megmártotta a párában, de mással is próbálja enyhíteni a kinti forróságot. Ventilátort szeretek, ventiláterbe. Azt szokták, mindig megy a ventilátor, és akkor jól érzem magam be. Ja, akkor még aludni is tudok. Úgy. Figyel a folyadékbevitelre is? Azt igen, igen. Hát nem olyan sokat, mert két-három liter elég az nekem. Az ivókutak is pazarul működnek, de a Győrszol megbízásából az önkéntes diákok vizet is osztanak a nagy hőségben. Mindenki máshogy próbál felfrissülni a 2022-es nyár második hőhullámában. Hűszönnülünk, amennyire lehet, hűszönnülünk, más nem tudunk csinálni. Önnek esetleg valami praktikája, mennyi vizet iszik ilyenkor, vagy mit szokott csinálni? Hát egy kicsit többet, mint egyébként, de nem viszem túlzásban. Sapkát használ, mind a kettő vizet hordunk magunkkal, és naptejet a táskámba, tehát hogyha meleg van, akkor azt is magunkra kenjük. Úgyhogy így.
Valami terv esetleg arra, hogy esetleg akár strandon is lehűsítitek magatokat, hiszen az elkövetkezendő egy hét azért elég meleg lesz. Igen, megyünk strandolni, tehát terve van véve több strand is, meg hát a kertben van a medence, úgyhogy azt is kihasználjuk. Ez pedig már az Aranypart 2 csendélete. A rutinosabbak a belváros helyett ide menekültek. A vízben szapoztak vagy épp pancsoltak kicsik és nagyok a nyári melegben. Nem csoda, hiszen míg az árnyékban 30, addig a napon már 40 fokot mutatott a belvárosi hőmérő. Nagyon nehezen bírom én. Hát a kisfiú véget jöttünk. Milyen programot terveztek most itt? Én csak nézem, hogy fürdik, én nem megyek bele. Ugye a kisfiú hat élvezze ki ezt a hőséget. A kisebbik Lukács azonban vízben tervezi tölteni a napot. Úszni fogok most. Nem terveztem nagyon, csak úszni most. Itt nagyon jó aranyparton lenni. Főleg az árnyékba, itt hűsülni. Vízbe szoktál valamit játszani? Igen, akkor mit? Hát a barátaimmal szoktam labdázni, vagy pedig szórakozunk, vagy pedig fogócskázunk. A szakember szerint jobb, ha felkötjük a nadrágot, hiszen a második hőhullám sem lesz kíméletes. Az országos tiszti főorvos pedig harmadfokú riasztást rendelt el. Egy hőhullám már a hátunk mögött van, most elkezdődött egy újabb hőhullám. Tartósan 27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. Napközben 35 fok körüli, sőt a feletti értékek is várhatóak a környékünkön, és az éjszakák is majd egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Most még ugye 15 fok körül alakult hajnalban a hőmérséklet, azonban pénteken egy gyengülőben lévő hidegfront fogja elérni a Kárpát-medencét, elszóta lehet majd számítani záporok, zivatarokra. Ennek hatására, mivel több lesz a felhő, és majd megélénkül a szél, nem tud majd lehűlni a levegő kellőképpen. 20 fok körül várható majd pénteken és szombaton a leghidegebb hajnali órákban is a hőmérséklet. Ez a hidegfront arra lesz elegendő, hogy megtorpan majd a hőmérséklet emelkedés, illetve 1-2 fokot majd visszaesik, de utána a jövő hét elejétől újra majd 35 fok környékén alakulnak a hőmérsékleti értékek. Az utazókat azért megnyugtathatja, hogy a MÁV is felkészült a nagy melegre. A győri vasútállomáson például ide az ügyfélszolgálati irodába kell bejönni. Ki kell nyitni ezt a mindenki számára használható hűtőt, ahol mentes és savas vizek is várják a hőségben megszomjazókat. A várakozók tehát hideg folyadékkal hűsíthetik magukat. Szerdán a maximum 35 fok körül lesz, de csütörtökön árnyékban akár 38 fokig is felkúszhatnak a higanyszálak. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb csütörtök este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.